szarvasmarhatartás jövedelmezőségi és állatjóléti szempontból is jelentősen befolyásolja a szarvasmarha csülökkörmözés. Dr. Leocki János szakállatorvost a csülökkörmözés jelentőségéről kérdeztük. Doktor úr, miért is fontos a csülökápolás? Gyakorlatilag ugyanazért fontos a szarvasmarhák csülökápolása, miért az embereknél a körönképleteknek a rövidítése. Gondoljunk bele, hogyha nem rövidítenénk meg hetente, másfél hetente a körmeinket, akkor gyakorlatilag az ujjainkon a körömképletek megnövekednének és akadályoznák a munkánkat. A szarvasmarhák szaruja, a csülökszaru, az tulajdonképpen úgy viselkedik, mint a emberi cipő, gyakorlatilag egy olyan anyagból épül föl, szaruanyagból, ami gyakorlatilag a külső felületén elhalt sejteket hordoz, és a belső fölépítő szaruanyag az gyakorlatilag egy elhalt réteget termel, és ezáltal a szervezetnek az integritását biztosítja, tehát gyakorlatilag az állat ott, ahol él, most tegyük fel a kedvező szituációt, hogy kint van a legelőn, akkor a legelőn bárhova, ahova lép, ott gyakorlatilag egy viszonylag szilárd és biztos alátámasztást biztosít a végtagjainak, és ezáltal gyakorlatilag az állat mozgását, a táplálkozását tulajdonképpen biztosítja. Na most a szarvasmarha csülökkörmözést mindig is végezték a szakemberek, általában kovács emberek a régi időkben. Tehát a 60-as években egy genetikai robbanás következett be a fejlett szarvasmarha tartást meghonosító államoknak a körében, nevezetesen Egyesült Államok, Kanada, Izrael, Nyugat-Európának a fejlett államai. Egy példát mondva, Hollandiában legelőre alapozták a szarvasmarhatartást, nyáron legeltek az állatok kint a legelőn, és télen pedig a nyáron megtermelt takarmánya letették benne az istállóba. De az állatok bent az istállóban, vagy az istálló mellett fejőházban fejődtek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bekerültek az állatok a legelőről a szilárdpadozatú területre. A szilárdpadozatú istállók pedig magukkal hozták azt a követelményt, hogy az állatok sokkal több időt tartózkodtak szilárd betonozott padozaton. Ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy a holland kutatók megfigyelték azt, hogy általában a szarvasmarhák hátsó külső csülke sérül meg legtöbbször, illetve az legtöbbször érintett valamilyen elváltozással, anyagcsere problémával, illetve rendellenességgel. Ennek eredményeképpen gyakorlatilag professzor Toussaint Raven a aktív korának a jelentős részében ezt a témakört vizsgálta, és munkásságának eredményeként leírta azt a tudományos tételt, hogy a szarvasmarhákat, akkor, hogyha bentartják őket betonozott körülmények között, ezeket az állatokat évente kétszer javasolt megkörmözni, mégpedig tehermentesítő, idézőjelbe téve, Hollandiában ugye így nevezik ezt, hogy funkcionális csülökkörmözésben kell részesíteni. Ezt magyarra fordítva, vagy egyszerűsítve azt lehet mondani, hogy tehermentesítő. A tehermentesítő szó azt jelenti a gyakorlati valóságban, hogy az állatoknak a belső csülök sarki felületén kell hagyni szarut, és a külső csülköt pedig szépen egyformára kell szedni a belsővel. A 90-es évek elején, nevezetesen 91-ben magyar szakembereket láttak vendégül Hollandiában, és ennek a programnak a keretében holland iskolák vezetői voltak Magyarországon, megtekintették azt, hogy ezen a területen miben tudnak segíteni a fejlettebb államok. Magyarország esetében és a szarvasmarha tenyésztést figyelembe véve három olyan területet találtak, amiben célszerű volt a magyar szakembereknek a szakmai képzése, továbbképzése, mégpedig a takarmányozás, az állománymenedzsment, ez a kettő ez egybe tartozik, tőgyegészségügy és szarvasmarha csülökkörmözés. Akkor kerestek olyan fiatal
gyakorló embereket, akik ezekhez a területekhez valamilyen módon kötődtek, és a Magyar Hústenfisztenyésztők Egyesületének a keretében kerültem én ki öt másik munkatársammal az első kurzus alapján. Nálunk ezek a programok nagyon sikeresek voltak. Összességében a munkatársainkkal, akik ezt a oktatást végeztük, gyakorlatilag egy olyan generációt sikerült kinevelni a szarvasmarok csülökkörmözés területén, akik gyakorlatilag nem csak Magyarországon végzik ezt a munkát, hanem a szomszédos országokban is. Első munkáink azok Szlovákiába vezettek, illetve Görögországba. A későbbiekben eljutottunk Ausztriába, csak egyszer, de ott is voltunk, Romániába egyszer, Ukrajnába volt egy oktatásunk, Litvániába több alkalommal, és most legfrissebb ország pedig Ciprus, ahol szintén tártkarokkal várják a hazai munkásokat. Mennyiben gépesíthető? Részben gépesítették már. Ugye azt szokták mondani, hogy Lustenbe találta ki a gépet. Gyakorlatilag késsel és körmözőfogóval dolgoznak a körmözősök, ami ebben a gépesítési kérdésben ez egy olyan tárcsa, amit a holland Vopa cég fejlesztett ki. 6 darab penge van benne, minden penge 4 élő, hát amikor egy él elfogy, elkopik, akkor ki lehet cserélni, és ez gyakorlatilag egy sarokköszörű gépre rögzítve, és ez közel 10 000 fordulatot percenként megtéve, gyakorlatilag gyönyörű szépen leszeli a szarut. Ez a másik tárcsa, ez pedig egy német DL tárcsa, itt 2 élő a penge, de ugyanilyen módon nagyon szépen szeli a szarut. Gyakorlatilag Szegváron közel 20 ember, mint egyéni vállalkozó dolgozik a szarvasmarok csülökkörmözésben, és tartja el a családját nem is rosszul, mert ez egy nagyon nehéz fizikai munka, viszont hogyha az ember tisztességgel dolgozik, akkor meg is fizetik ezt a munkát. Köszönöm szépen, és a jövőben sok sikert kívánok a munkájukhoz. Köszönöm szépen.